Köszöntöm a nézőket, vendégem ma Szalai Kriszta színművész, de most már azt is mondhatom, hogy rendező, mert éppen rendez egy olyan darabot, amit ő mutatott be 24 évvel ezelőtt. Előbb kiszámoltuk, majdnem elájultunk, hogy ilyen rég volt. Ez egy nagyon nagy hatású előadás volt, és egy nagyon újszerű előadás volt a Thália Színházban, és most újra ott látható, de ezúttal Kriszta nem játssza azt a szerepet, hanem rendezi a darabot. A szerzője ugyanaz, mint a Virágot Algernonnak, Daniel Case, ami azért nagyon érdekes, mert ez a szerző nagyon szívesen foglalkozik olyan történésekkel, amik az emberi agyban zajlanak. Na most mesélj akkor a mostani bemutatóról. Hú, rengeteg mindent tudnék mesélni, mert eleve 20 évig játszottam, és az előadások után én folyamatosan beszélgettem és teáztam a nézőkkel, és nagyon sok minden derült ki, én is nagyon sokat tanultam. Mondj el valamit a nézőknek, mert én láttam az előadást, hogy miről szól ez a darab, hogy mit lehet tanulni ebből. Jó, Daniel Case. Megrázó előadás, azt azért mondjuk el, de nem úgy, hogy kiborul az ember tőle, hanem inkább úgy, hogy ilyen önvizsgálatra készteti az embert, jól gondolom? Jól, volt olyan néző, aki ismerősöm volt, és miért nem marad itt a beszélgetésnél, és mondták, hogy a férjével a második felvonást egy kocsmában töltötték, mert hogy az életüket nyitottam meg, az életük kapuját, és azt kellett átbeszélni. Ezt mondjuk el, hogy az előadások után beszélgetsz a nézőkkel. Igen. Tehát nem kell úgy hazamenni, hogy itt van a vége, gyerünk a ruhatárba, hanem csipuljunk. És akkor most jöjjön egy kis ismertető, hogy a néző is tudja, hogy miről van szó. Én óvonőképzőben jártam, és pszichológiát tanultam. Nekünk kötelező volt a Virágot Algernonnak, és ezért vettem meg egy utcai árusnál ezt az amúgy ilyen bestselleres fedőlapú könyvet. Egy éjszaka alatt elolvastam, akkor voltam 25 éves. Az ötödik szelit. Az ötödik szelit, igen. Ez egy több személyiségű nőről szól, akinek borzasztó gyerekkora volt, tehát minden szinten bántalmazták, testileg, lelkileg, szexuálisan. Nem bolond a nő, ezt tisztázzuk, mert ha bolond, akkor az egy másik kategória. Nem. Rengeteg ilyen ember van, aki kitalálja az életét, hogy mentse magát. Hát most is, ugye Szilágyi Liliánát, ha csak mondanám, hogy mit kellett nekik átélni. És ő próbálta menteni az életét. Az ötödik szeri ugyanilyen hatalmas csomagot kapott nő, aki öt személyiséget él meg a darabban. Öt személyiséget talál ki magának, mert nem hiszi el, hogy okos, nem hiszi el, hogy szép, nem hiszi el, hogy tudja magát képviselni, és erre nem szépen... Nem hiszi el, hogy szelíd, mert egy durva énje is van, ugye? Van az is, az az agresszív énje, aki megmenti magát, de az nem ő volt. Tehát ő arra nem mer emlékezni, mert azt szégyenni kell, hogy ugye megvédhetjük magunkat. És amikor én elolvastam a könyvet, akkor bennem az volt, hogy mindenki megküzd a felnőtté válás kapujában, hogy hogyan képviselje magát. Én se tudtam magam képviselni. A Vígszínház színésznője voltam, szoptattam, már volt egy másik diplomám, és azt éreztem, hogy tök buta vagyok, és... Míg, szóval közben már nevelek egy gyereket, de megmutatták a Vígben, hogy balról jobbra, hogy kell lépni. Közben meg én ezt alapvetően ugye tudtam. De nem mertem magam képviselni, és azt mondtam, hogy ez az előadás azért kell, hogy az embereknek tükröt mutasson, bár egy nagyon durva és nagyon szomorú történettel, de benne van a darabban, benne van a könyvben is a gyógyulás lehetősége. És a gyógyulás lehetősége az mindannyiunk számára, hogyha merjük magunkat képviselni. Hát azért mondjuk el, hogy segítséget is kapsz elé. Van egy orvosi segítség, természetesen. Daniel Case ezért írta meg, mert ő pszichológus volt, és valószínűleg igaz történetet írt meg, mert ő ezzel foglalkozott, és elfogadta, hogy olyan van, hogy az ember nem emlékszik. Ha csak egy simán mezei történetet nézünk, egy alkoholista iszik, másnap nem emlékszik arra, hogy ő mit csinált. Hogy mit csinált, hogy verekedett, hogy bántalmazta a családot, nem tudom én. És másnap nagyon édes ember, a kenyérre lehet kenni, ugye? És azért vannak sokan, hogy hát nem válok el a Pistától, mert amúgy meg olyan aranyos. Viszont az alkohol kihozza belőle a nem tudni, milyen elrejtett sebeket. Én is ismerek ilyen embert. A mostani előadásról mesélj egy kicsit. Előtte megmutatunk egy pár másodperces filmet, hogy mégis
valami képe legyen a nézőknek arról, hogy most más játsza, nem te. Igen. Láthattuk a színésznő Pető Kata. Öt arcát. Igen. Hát annak idején... Miért nem akartad újra eljátszani? Annak idején én azt kérdeztem magamtól, hogy meddig tudom játszani, és két válaszom volt, hogy amíg van mondani valóm, azt tudtam, hogy az mindig is lesz, és amíg van néző. Néző is volt, 20 évig játszottam, de 53 éves lettem, és azt mondtam, hogy ezt el kell engedni. Vagy 50 de miért? Miért? Hát, miért van ez életkorhoz kötve? Hát mindig toltam fel, hát kisgyerekeit veszi el a volt férj, aki szintén szexuálisan abuzálja és bántalmazza és kihasználja a Sallyt. Tehát, hogy van egy határ, amíg már nem, hát Júliát se lehet már, ugye, mégiscsak valamilyen szinten korhoz. Közben látjuk Pető Kata fotóit. Ez egy csodálatos ez a csaj, ez a művésznő, két nyelven beszél, most végzi épp a doktoriát, és iszonyatosan érzékeny, és nagyon... Tehát nagyon hosszú út volt, hogy én megtaláltam őt. Nem is tudom, hogy én négy éve keresem azt, akinek ezt tovább tudom adni a stafétát. Láttad őt valamiben, vagy hogy bukantál rá? Nem láttam, képzeld el. Hajdú Kacsi ajánlotta, osztálytársak voltak, és azt mondtam, hogy először is találkozzunk. És ez a borzasztó, hogy 42 éves a Kata, és nem láttam. Tudtam róla, mert tanítottam a gyerekét, de nem láttam, mert ő nagyon sokáig nem, például nem is játszott itthon, Németországban játszott. Igen, tudom. És alternatív színházakban játszik, és aztán elmentem megnézni természetesen. Meg nekem az volt nagyon fontos, amikor találkoztunk és beszélgettünk, hogy érti-e, hogy miről szól ez az egész, hogy a bennünk rejlő sokféleség, vagy volt-e sebe, ami, hát volt, mindenkinek van szőnyeg hát alá söpört. Mindenkinek, persze. Tehát, hogy bőven megélte ő is a frusztrációkat, a nyomort, amikor nem hiszed el, hogy te fontos vagy. És az, ez volt számomra lényeges, hogy egy nagyon érzékeny ember vegye át, aki képes is az öt ént eljátszani és hirtelen váltani. Mert hogy itt másodperceken belül kell váltani, gyakorlatilag öt szerepet kell eljátszani, de inkább, én azt inkább azt mondom, hogy egy ember öt énjét. Amikor te játszottad, elmesélted Rangos Katinak most az előbb kint, elmondtuk, hogy ő is megnézte ezt az előadást, hát én láttam persze, én is láttam, hogy azt mondta, hogy ezt föl kell venni ezt az előadást, ezt meg kell örökíteni, ő akkor elég magas pozícióban volt a közszolgálati tévében, és te nem engedted. Na most színésznő ne engedje azt, hogy megörökítsék. Én megköszöntem, mondtam, hogy köszönöm szépen, de nem szeretném, mert hogy ez annyira intim. Együtt voltunk a nézőkkel, és együtt lélegeztünk, és kapották a fejüket, és annyi minden, tehát az volt nekem a célom, hogy ők maguk utazzanak a saját életükben, hogy én ne mint színésznő brillírozzak, persze ahhoz el kellett jutnom odáig, hogy el tudjam játszani, és a Katánál ugyanez. De nem szabad bekeverni, tehát amikor az ember túl sokat akar, az nem azt ér. És most se bánod, hogy nincs megörökítve az előadás? Még fotót se tudtál mutatni róla. Nem tudtam. Vagy nem bánom. Nem bánom. Nem bánom. Azért nem bánom, mert 20 évig gyógyított az embereket, tehát nem véletlenül jöttek. És én abban bízom, hogy ez folytatódik. A férjed is játszik az előadásban. Igen, ez a hosszú... Cserna Antal mondjuk el, persze a nevét. Ez a hosszú út. Tehát én megtaláltam egy csodálatos színészt, Hajdú Karcsit, vele próbáltunk már tavasz óta, majd kiderült, ugye ő hozta be Katát is a képbe, és kiderült, hogy ő egyáltalán nem ér rá, mert forgat, mert Szolnokon nagyon játszik, mert foglalkoztatott, iszonyatosan igen. foglalkoztatott, de egy csodálatos srác a Hajdú Karcs, és akkor mondtam, hogy jó, akkor valahogy egyezkedjünk. A Tónit nagyon szépen megkértem, hogy jöjjön vissza, ami nem azt jelenti, hogy ő ugyanazt csinálja, mert én egészen máshogy instruálom most már. Mert abban az előadásban is benne 20 volt. 20 évig együtt játszottuk, igen, ő volt az orvos, aki meggyógyított. Úgyhogy most az állapot van, hogy elkezdjük csinálni, és én nyitott vagyok arra, ha netán a Hajdú Kacsi a jövő évadban ráír, akkor meglátjuk. Tehát most egyelőre a Tóni rengeteget segít, és kapkodja ő is a fejét, mert a Katával kell nekik összeérni, és az egy másik helyzet. És nem az van, hogy bejövök, és lett, tehát, hogy így mi már kis újból. Nem. Fél szavakból is értjük egymást. Igen. Úgyhogy neki is ez egy csodálatos alázattal csinálja. Mondd, hogy tud egy ilyen előadás létrejönni, bár téged, ahogy ismerlek, hogy nem ismersz lehetetlent,
De hát azért manapság összehozni egy ilyen kamara előadást, ki ad erre pénzt, hogy tud ez működni? Hát azt el kell mondanom, hogy annak idején te adtál nekem erőt, és ezt én mindig elmondom neked. Én csináltam meg az első önálló társulatot, igen, ami a szakmában, a Comédie Française, hogy színészek összeállnak rendező nélkül, ez őrület volt. És ugye megkerestetek, hogy élőben közvetítenétek az előadást, és akkor hirtelen három színész kiszállt, úgy megijedtek. Ja. Hogy őket úgy fogják látni a rendezők, hogy ő így saját önállóan, hogy? Ma meg már kötelező a bizony fiataloknak olyan vállalkozó szelleműnek lenni, mint én voltam 89-ben. Igen, de biztos vagyok benne, hogy ez most se üzleti vállalkozás. Nem az, egyáltalán nem, csak hogy akkor te adtál erőt, hogy Kriszta, föl ne add, menj ki, van 1000 színész. És én ezt soha nem felejtem el neked, én ebből táplálkozom, és most ez az egy év is arról szólt, hogy köszönöm Szegvári Kati, hogy akkor erőt adtál, és amikor én megfeneklek, vagy a helyzet megfeneklik, akkor arra gondolok, hogy te hogy adtál nekem akkor erőt, és valóban menni kell tovább, és csinálni kell, vagy néha pihenni. Tehát nagyon nehéz volt. Most úgy kezdtem, hogy az NK-hoz pályáztam, onnan kaptam picike pénzt, kiírtam a nézők, vagy kiírtam a Facebookra, hogy van-e ötletük, hogy hol lehet pályázni. Én magam nem tudom, már nem pályázok évek óta. És azt mondták, hogy ők is beszállnak. Igen, tehát a törzs nézők is beszálltak. Köszönöm neked is. És aztán, tehát valahogy így alakult, és a Marcibányi téren próbálhattunk, mert ugye a próbaterem is az egy nagyon nehéz történet. És hát történet. Nagyon jó, hogy a Tália adott ennek helyet, és a Tália ugyanoda visszatérsz. Egyszer csak fölhívtam őket most össze, és akkor Kelemen Józsi és Brühl Kriszta is a művészeti igazgató azt mondta, hogy... Aki esetleg nem tudná, Szalai Kriszta az is, aki megénekeltetett egy egész országot, azt nem tudom, hogy szervezted, azt én nem tudom, el sem tudom képzelni, de beszéljünk róla. A másik, ami nagyon megdöbbent és nagyon hatásos volt, hogy kiköltöztél az utcára, mint hajléktalan. Nem csak egy napra, nem úgy, mint egy színésznő, hanem aki bele akarja élni magát, és az ott megismert Jutka, ugye, abból színdarab is született, és úgy tudom, hogy te mai napig az ő sorsát, aki akkor hajléktalan volt, most már talán nem az, ugye? Kiment albérletbe, és hát szorong rendesen 68 évesen, hogy tudja ezt fizetni. Mert addig tudja fizetni nyilván, amíg dolgozni tud, és dolgozik, van három munkahelye, és takarít, és hajnalba kell, és fizeti. Uh-huh. Igen, nem semmi, hát 28 évig volt hajléktalan. Igen. És az, amikor egy országot énekeltettél, az hogy volt? Fú, hát az egyébként egy filmes. Tehát valahogy így mindig minden adódik, nem tudom mennyi időnk van, tehát megírtam az És a 8. napon című darabot, amiben egy dalnos kisfiút szültem, abból lett 4 éves szervezkedésnek köszönhetően. Ez egy ilyen érzékenyítő program volt, mondjuk el, ugye? Igen, hogy a társadalmunk hogy tehát áll. Tehát az iskolákba bevittél sérült gyerekeket, és összehoztad őket a nem sérültekkel olyan módon, hogy szinte észre se vették, hogy ők egyszer csak már nem előítéletesek, hanem ugyanolyan társuknak fogadják el a sérült gyereket, mint a nem sérültet. Sőt, tanulnak a sérültektől. Igen, a színdarabnak köszönhetően jött az ötlet, hogy csinálja meg a kapcsoldát. Mert ezt egy dankolós gyerekkel is csináltál színdarabot. Igen, abból csináltunk végül is egy tévéfilmet, tényleg így 4 év alatti, csak eljutottak a filmes nagyágyuk, hogy mernek látni Dagnost a képernyőn keresztül. Arra kaptam egy díjat, ilyen legjobb, nem is tudom, író és főszereplő, igen, és akkor abból a pénzből csináltam én egy újabb előadást, és annak köszönhetően kapcsoltam össze 5000 embert az interneten keresztül. Az a kisfiú, akivel te játszottál. Igen. Azzal mi van? 28-29 éves. Tartod vele kapcsolatot? Tartom vele kapcsolatot, időnként telefonálunk, mert ő Vidékre költözött, és ott dolgozik, és egy ilyen, hát vannak szerencsés szülők, akik össze tudnak fogni, és egy lakást kibérelnek, és akkor ott de páran tudnak élni. Emlékszik azokra az élményeire? Persze, a darabból? Persze, fantasztikus hát volt. Hát ő tök értelmes. Tehát, hogy Dagnos, de attól még ő nagyon értelmes, és nagyon sok mindenről beszélünk, meg beszélgetünk. Na most mindezen közben, hogy most rendezel, hogy pénzt próbálsz meggründolni, nyilván nem leszel belőle milliómos, de a színészeidet ki tudod fizetni. Ezen közben az egyik válladal tartod a házatokat, ami rendesen megrepett.
a szomszéd építkezésből pereskedsz, és az fantasztikus volt, hogy elhívtál embereket, hogy ezt a megrepett ház falát kipingálják fessük, virágokkal, igen. Minden elképesztő. Ország anyát, tehát az Errituk Noráik megterveztek egy képet, és az ország anyát festettük föl. Hogy és kvázi... mi van most a ház? Nem fog azért rátok omlani, reméljük. Nem, nem, hát remélem, hogy nem fog. Most, pereskedtek? Hát először is most végre megcsináltathattam, mert elindult a bírósági tárgyalás, tehát most injektálták műgyantával, és még kell várnunk 3 hónapot, hogy a berepett falakat el lehessen tüntetni, mert most még van mozgás. Erre az összegre fogod perelni, gondolom. Hát egyelőre 5 millió forintba került nekünk. És bizakodom. Tehát igaziból, és akkor itt kapcsolódnék az ötödik szellihez, az ötödik szell egy bántalmazó történet, egy bántalmazott nőnek a története. Mi a szomszédunk által bántalmazottak lettünk. Hát hogy ne? Mert tönkre teszi házamat, és azt mondja, hogy ne tartsam fel az építkezését, és fogjam be a számat. És befejezte már az illető az építkezést? Hát ő már ott lakik boldogan, igen. Gondolom. Én meg ott állok, hogy befúj a szél, ne befúj a szél. Tehát azért 1 centis repedések az durva. Na most miközben pereskedsz, azért egy családnak házat szereztél. Az még ezelőtt volt, képzeld el. Ez mit ad isteni májusban egy 9 gyerekes családnak így egy hét alatt sikerült összegyűjteni? Én is adtam, sokan összeadtuk a pénzt, és azt elmondom a nézőknek, hogy a Kriszta olyan szinten számolt el ezzel a pénzzel, hogy nehogy valaki azt így, hogy 20 fillért is akár zsebretett, vagy még többet. De hát ahogy te mozgósítani tudsz a Facebookon, hát arra minden. De talán ezért, nem csak mert a szívek, hogy tisztán. A pénztárcák is megnyílnak. Hát azért, velük, mert hogy tisztán kommunikálni. Velük mi van? Rendben vannak, élnek, dolgoznak, abban a házban, gyerekek, amit te abban szereztél nekik. Igen, igen. És ott ez egy hatalmas föld, tehát ők tudnak nyáron ültetni és gazdálkodni. Tehát rendben vannak. Nem mondom, hogy könnyen élnek, mert 9 gyereket nem könnyű fenntartani. Na szóval májusban történt ez, majd utána 2019 őszén volt a mi házunkkal. És így én is ott álltam, hogy ez most miért milyen történik? Sors ez, hogy ahelyett, hogy megjutalmazna végül is a saját házad tönkre megy. Igen, de én ezt is úgy fordítom át, hogy mások nem tudnak magukért kiállni. És hogy akkor nekem ez most, ha nem könnyű is, de végig kell csinálnom, és példát mutatni, hogy lehet, tehát hogy merjék képviselni magukat, és talán majd a jog is mellém áll, akkor viszont mások is szerencsésebbek lesznek. Én mindegy, hogy kinek, én is adtam most pénzt, meg szerveztem egy családnak, ahol ki akarják lakoltatni őket, az anya nagyon beteg, nem is az én érdemeimről van szó, hanem én ilyenkor, mikor valakinek segítek, azt mondom, hogy jó, hát egy embernek segítettem, de mi lesz a többivel? Igen. Ezt hogy dolgozod föl? Majd elmondom én is, hogy én magamban hogy dolgozom fel, de te, hát egy családnak segítettél, ez csodálatos dolog, és mi van a többivel? Hát annak idején én egy lélegeztető készülékgyűjtésre, vagy lélegeztető készülék megvásárlásával kezdtem, az azt hiszem, nem is tudom mikor volt, 2000-ben, már nem tudom. Nem, 96-ban, 1996-ban. És akkor mindenki megkeresett, és iszonyatosan leszívtak. Tehát, és én hagytam is magam, már nem éltem szinte, mert mindenki hozzám fordult segítségért. És egyszer csak akkor azt mondtam, hogy nem tudok mindent megoldani. Képtelenség, én példákat tudok felmutatni, na, hogy így lehet így is, és igen, üvegzsebként elszámolok minden egyes fillérrel, bármit csinálok. Az állam feladatát nem vehetjük magunkra, mert az képtelenség, de igen. Meg az embereknek is meg kell tanulni képviselni magukat, tehát bátran kiállni, és nem tudom, tehát hitet, erőt tudok adni. Lesz most egy bemutató, és igen, milyen új projekt van, mert hát az nem úgy van, hogy te csak egy dologra koncentrálsz. Hát azért elég sok a házunkat is vinni, majd azt is tavasszal már csináltathatjuk véglegesre, remélem. Én ezt úgy nem szeretem, hogy még ezt is mondom, azt is mondom, amazt is. Én nagyon szeretek azért egy dologra koncentrálni. Tehát az, hogy január 26-án mutassuk be a Thália Színházban, és újra gyógyítsuk az embereket, és segítsük, építsük a lelküket, ez szerintem nagyon fontos. És hogy utána mi lesz, én most nem durogtatnék itt mindenféle. Nyilván vannak ötleteim, meg, de hát pihennem is kell majd. Az, hogy te nem adsz föl semmit, arra a legjobb példa a kislányod esete, akiről lemondtak az orvosok, hogy valaha is egészséges lesz, és te úgy döntöttél, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Majd te megmutatod.
Hát azért nem Dafke volt bennem, és ezt meg is tanultam, hogy én is úgy sokszor erőből csináltam dolgokat, hanem az volt bennem, az orvostól, akkor kérdeztem a neurológustól, hogy fölírt nekem egy adag gyógyszert, és mondom, mi van, ha beadom? Nem tudja. Mi van, ha nem adom? Azt se tudja. És én elindultam természetgyógyászathoz, tehát Alexander módszer, talpmasszázs, minden. Tehát mindig valami segített, és ez a lány, ez most már 28 éves, és most végzett a színművészetén végzett, igen. Úgyhogy, és épp beszéltük a három gyerekemmel, hogy ő a legegészségesebb. És mondta is a 19 éves fiam, hogy igen, az ő stresszkezelése a legegészségesebb a három gyerekem közül. És a másik két gyerek mi lesz? A nagy lányom az keresi magát, de boldog. Tehát 32 éves, és gyerekekkel foglalkozik, dúla le, tehát pontosan a tesója miatt. Mert a nyáron tábort is csinálsz gyerekeknek. Ő is jön velem, és tehát, hogy ő csodálatos pedagógus. A kisebbik pedig zenél, táncol, tehát keresi magát. Egy a lényeg, legyen boldog. Tehát, de közben tanul, angol tanul, most próbál külföldre menni. Hát jó, hát itt azért két ambiciózus szülőről beszélünk. Ami veszélyes is. Tehát ezért is mondom, hogy nekik soha semmire nem kell megfelelni, hanem csak önmaguknak, hogy legyenek jól. Mondjuk el a nézőknek, hogy hanyadikán lesz pontosan a bemutató, és még mikor lehet látni, mert én remélem, hogy fölkeltettük az érdeklődésüket. Ez Thália Színház, ezt már tudjuk. Igen, január 26-a, és én most ebben óvatos vagyok, tehát most bemutatjuk, és aztán a többit majd látom, hogy mit ad a járvány, mert azért ez is... Na. Csak ott körülöttetek. Igen, tehát látom a kollégáimat is, a szervezőket is, hogy ötször szerveznek újra dolgokat. Úgyhogy én most azt mondtam, hogy lőjük ki mutassuk ételbe be ezt, és aztán utána meglátjuk, hogy a betegséget amikor hogy adják. Amikor jelentkeztél anno a színművészetire, milyen álmaid voltak, és ahhoz képest honnan, hova jutottál? Hát miért akartál színésznő lenni? Én imádtam miközött egy nagy szervező, vagy ez közbe alakult ki? Először én tanítóképzőre mentem, és pszichológus akartam lenni, és volt egy tanárom, aki meghallgatott tőlem egy mesét, és azt mondta, hogy úristen, nekem ezzel kell foglalkoznom. És akkor hirtelen iszonyatosan bénává váltam, mert nem kedvből csináltam, hanem én tényleg akartam ezt, hogy kell elmondani egy verset, azt se tudtam. És egyszer csak, mint egy önfelett, tényleg egy önfelett áradó lányként vettek föl Kazimír Károly osztályába. Igen. És imádtam átlényegülni és adni. Tehát engem soha nem az érdekelt, akkor sem, hogy tapsoljanak az emberek, hanem hogy adjak. Szóval ez... Adni valamit? Igen. Tehát, hogy varázsoljam el őket, mert én képes vagyok ott átlényegülni. És ezt a gyerekkorom óta tudtam, hogy én át tudok lényegülni. A legelőkelőbb színházba kaptál szerződést, a Vígszínházba, ahova mindenki szeretne menni, te meg egyszer csak elmentél onnan. Igen, mert én gyárnak éreztem. Tehát azt éreztem, hogy én ott nem tudok önmagam lenni, és amit mondtam a riportunk akkor elején... Akkor még nem volt divat a szabadúszás, mikor te ezt abba hagytad. Sőt, azt hiszem, hogy a legelső voltam, aki céget csináltam, mit tudom, 90-ben, és elkezdtem társulatot szervezni, és önálló előadásokat. Tehát ezért nem is voltam szeretett ember, de utána az élet engem igazolt. Tehát volt annyi hitem magamban. Csodálatos érzés volt, amikor és utána... És ezért van egy partnered is ebben, mert azért Csernónak muszáj veled repülni, mert különben nem csak a házdól össze, hanem az nem mindig élet örül, is. De az tényleg felemelő volt, mert Marton Laci nem méltó körülmények között ment el, de láttam, ahogy ő aztán évekkel később úgy megölel minket, hogy mi végigcsináltunk egy olyan utat, amit ő nem is gondolt, sőt nem is szeretett. Mert mit önállóskodik itt egy színésznőcske is, mi nem azt várja, hogy milyen szerepeket kapjon. Úgyhogy, tehát azt érzem, hogy az élet engem igazol. Nem mindig könnyű, sőt, időnként nagyon nehéz menni az úton. Van, amikor nagyon kiborulsz, és azt mondod, hogy elég vagy? Igen, elfáradok időnként, igen. Igen? Igen. Hát ez pont tegnap is így volt, hogy itt van az ötödik Sally, meg kell csinálnom, mert hitem van abban, hogy ennek dolga van, és nagyon alázatosak. Pető Kata, Búza Timi, aki Kolozsváron játszott például 7 évig, Kovács Lehel, aki egy csodálatos ember, és itt van Cserna Tóni, akik olyan alázattal csinálják, hogy nekem feladatom ezt folytatni. És akkor fölhívtam a Thália Színházat, és mondták, hogy eddig nem is hirdettük, és már a félház elfogyott. Tehát azt gondolom, hogy de az meghirdetted, embereknek és kell. Sorba jelentkeztek az emberek. Azt tegnap, azok után, hogy megtudtam, hogy már félház elfogyott csak úgy. Tehát
kell adni az embereknek, mert kell kapaszkodó az embereknek. Hát most már különösen kell. És én a színház által tudok adni, és ezt... Kriszta, nem kívánok kell. Semmit, mert ti színészek babonásak vagytok, de erőt, sok erőt kívánok neked, és még sok új dolgot, mert mindig meg tudsz minket lepni. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm, ez nekem erőt ad, hogy ezt mondod. Köszönöm.